egyenes az utat, ha jó vagy Azt tanították minden pofon egy lecke Az élet néha kirúgja a széket alólan Mások feladják, de nekem hiába te Elérhetővé vált végre valahára az HBO filmje, ami az amerikai Egyesült Államok legnagyobb iskolai sikkasztásának igaz történetét dolgozza fel. Mindezt egy igazán nagy névvel a fedélzeten, szóval a hype jogos volt, de vajon az oktatás mellett a film is romlott, vagy sem? Nézzük, hogy milyen! A történet szerint tehát adott egy iskola nagy ambíciókkal, igyekeznek folyamatosan fejlődni és az állam legjobb középsuliává válni. Ezen törekvésben oroszlán részt vállal a fő tanfelügyelő, Frank Tessoni, aki elvitathatatlanul sokat tesz az iskoláért, miközben szemérmetlenül meg is lopja azt, beszervezve a vezetőség több tagját is. Egy lelkes tanuló az iskola újságnál elkezd a dolgok mélyére ásni. A sors iróniája, hogy ebbe az irányba épp Frank tereli, majd szépen lassan kiborul a Billy, a dominók sorban. Borulnak, és hát a nyakukba ömlik a szar. Egy tény mindenképp elmondható a filmről, érdekes. Azonban nem mindenkinek lesz az, hiszen azt már korán leszögezném, hogy a megtekintéséhez szeretni kell a lassabb történetvezetésű, komótos drámákat, ugyanis párbeszédeken kívül nem sok minden fog történni a filmben. És ezek a dialógusok sem sikerültek olyan pattogósra, hogy feltétlenül fent tudják tartani végig az érdeklődésünket, az egyébként bőven korrekt 1 óra 43 perces játékidő alatt. Minden esetre tényleg érdekes, hogy egy alapvetően jó embert hogy tud megrontani a pénz. Hiszen főhősünk el is meséli egy ponton, hogy kezdődött ez az egész, csak egy kis mellényúlással, amiből aztán sok-sok milliós sikkasztás lett, és a lebukás is borzasztóan banális. A film szilárdan a tényekre hagyatkozik, szóval ezt kombinálva a meglehetősen lassú tempóval, inkább az egyébkénti dokumentumfilm és sorozatrajongóknak tudom ajánlani, még ha nyilvánvalóan ez nem is dokumentarista, hanem játékfilmes jelleggel készült el. Aki kíváncsi bepillanthat ebbe a valóban romlott világba, az iskolák egymás közötti versenyébe, valamint Frank Tessoni életéről is többet tudhat meg. Mivel igaz történet, így a lezárásnál megvan a szinte elmaradhatatlan kiszövegezése annak, mi történt a későbbiekben a fősikkasztókkal, és itt is sikerült meglepő adatokat szállítani, amint csak úgy hümmög az ember, hogy hihetetlen. Ezek a szemetek valahogy mindig megúszák. Ráadásul a lebukás után még archív felvételeket, interjúkat is felhasználtak, bevágtak, ami az ilyen jellegű amelyeknél megint csak növeli a színvonalat, itt is hibátlanul működött nem lesz ez mindenki filmje, hiszen ahogy kezdtem, sokan roppant unalmasnak találhatják majd, de remélem senki nem ebből akar ötleteket meríteni. Bár az egyik problémám, hogy rettentő felületesen mutatja be az iskola rendszert. Ott az iroda. A rengeteg alkalmazott a vezetőség, amit folyton emlegetnek, de nem engednek minket elmélyülni benne, nem vizsgálhatjuk meg tüzetesebben, csupán az ez így van, így fogad el megoldással operálnak. Pedig jó lett volna ennél sokkal inkább egy iskola, vagy megkockáztatom az oktatási rendszer működése mögé ha ugyancsak amerikai viszonylatban is. Ez a szintű bevállalóság azonban elmaradt. A rendezésért Cory Finley felel, akinek ez a második nagy játékfilmje, korábban a Telivérek című thrillert írta és rendezte, ezúttal viszont a forgatókönyvért nem ő felelt. Tehetséges filmásám érezhetően ennél még sokkal sokkal több van benne, ez egy tisztes iparos munkánál ugyanis nem sokkal több. Plusz életet, plusz kreativitást is vihetett volna az alapanyagba, és akkor a filmnyencek számára is egy kiemelkedő darabról beszélhetnénk, de így megvalósításilag a középszerűnél a minimális elvárásnál nem megy tovább. Értem ezt a fényképezésre és a vágásra is, amik helytának, de lehetett volna valamit villantani is. A zenért Michael Abels felel, akinél csak mantrázni tudom magam. Kicsit több energiát kellett volna beletenni. Viszont aki kiválasztotta az outro alatt szóló muzsikát, annak fejet hajtok, egyszerűen zseniális teli találat, egyben nosztalgia bomba. Beszéljünk egy kicsit a színészekről. Hugh Jackman, talán nem fogok meglepni senkit, Fer geteges volt. Rozsomák karakterétől visszavonulva, újabban kisebb drámákban is rendszerint próbálgatja magát, és akár csak az így ne legyél elnökben, itt is magával ragadó alakítást nyújt. A kedvencem a lebukása utáni kiborulása volt, de egyébként is ez a szíjáték, amit végig művel, szimpatikus tud maradni minden negatív cselekedete és magánéleti ármánykodása ellenére, na ez a Jackman varázs, vagy mi a fene. Egyszerűen viszi a hátán a filmet, és ez a piperkőc, ugyanakkor csak valamilyen szinten jó szívű karakter és annak kettősége hibátlanul van tálalva. Ellison Jenit említeném még, aki a karrierét kaparó, meghurcolt nő szerepében hozott szerintem egy egészen jó kis alakítást ebben a mellékszerepecskében, egész ütős jelenetekkel, illetve csak említés szinten, mert kiszúrtam, itt volt Alex Wolf. A neve, ha nem mond sokat, ne csodálkozzatok. Ő az új Jumanji filmekben a fiatal Spencer. Itt igazán nincs is nagy szerepe, csak gondoltam, megemlítem, hát ha bírjátok. Nos, ennyi. A romlott oktatás lehetett volna bevállalósabb, mutathatott volna sokkal többet, de így nem marad más, mint egy nagyon érdekes, helyenként dokumentarista hangulatú dráma. Ütős párbeszédek hiány egy ütős színésszel operálnak. Hugh Jackman nagyot alakít, minden más viszont kissé középszerűen meséli el az egyébként érdekfeszítő, igaz történetet. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó filmezést kívánok. Sziasztok!